Ez itt a Boomcast Shorts Balogh Dávidda. Sziasztok! Két adással korábban beszéltem az AGI-ról, ez ugye az Artificial General Intelligence, ami elég sok kérdést vetett fel a hallgatókban. Többen írtak e-mail, többen írtak kommentet különböző kérdésekkel, és igazából én is elkezdtem gondolkozni, hogy mégis mit jelenthet ez számunkra, marketingesek számára. És itt most marketingesekről beszélek, viszont átfogóan minden olyan online szakmára gondolok, amit nagyban befolyásolhat az AI megjelenése és elterjedése. Mert mondjuk egy szaktolmácsra, egy virtuális asszisztensre, egy grafikusra, egy videószerkesztőre ugyanúgy hatással van, mint egy online marketingesre. Ezért gondoltam, elmondom a véleményemet, hogy én hogyan látom ezt a helyzetet hogy már nagyon belástam magam az AI-ba, és nagyon-nagyon sok szoftvert kipróbáltam, és azok alapján, amit most látok, én azt mondom, hogy még messze van az, hogy egy az egybe kiválthat komplet szakmákat az AI. És itt azt, hogy messze van, azt úgy értem, hogy technológiában van messze. Hogy az időben mennyi lesz, arról fogalmam sincs. Lehet, hogy fél év, lehet, hogy hat év, nem tudom. Viszont a szoftverek jelenlegi működését, a technológiát tekintve még nem járunk ott, hogy komplett szakmákat le tudjon váltani. Hiába vannak már itt az autonóm ügynökök, ugye, amiről ez az említett adás is szólt. Hogyha nem láttad, akkor nézd meg, tök jó példát mutatok ott benne. Tehát hiába vannak már most is ezek, nem tudnak olyan komplet feladatokat nulláról százra megcsinálni, hogy ne kelljen hozzá valaki, aki ért is ehhez az egészhez. Tehát én azt látom most jelenleg, hogy azok a szakemberek fognak eltűnni, akik nem hajlandóak ezeket az új eszközöket használni. Ugyanúgy, ahogy a marketingben is a printet felváltotta az online marketing, és most már a marketing budget nagy része online kerül elköltésre, vagy ugyanúgy, ahogy, ahogy egy grafikus dolgát is megkönnyíti mondjuk az iPad is, már nem papíron kell rajzolgatnia, úgy fogják ezek az eszközök is megváltoztatni azt, ahogyan dolgozunk. Tehát szerintem jelenleg a legnagyobb veszély egy-egy ilyen szakmára nézve, azok a szakemberek, akik dinamikusan fejlődnek, és akik elkezdik használni ezeket az innovatív eszközöket. Én is igazából ezért kezdtem el belemászni az AI témába, nem azért, mert annyira érdekelt, hanem mert azt láttam tavaly év végén, hogyha nem változtatunk, akkor irrelevánsá válunk és nem fogunk tudni elég gyorsan, elég hatékonyan, elég jó minőségben dolgozni. Magyarul nem tudunk fennmaradni a piacon. Nem most, nem holnap, de egy-két éven belül. És szerintem ezt kell mindenkinek átgondolnia, hogy az ő saját szakmájában hogyan működnek a dolgok. Mennyire lehet automatizálni, mennyire tudja kiváltani azt már most egy AI, egy AGI. Ezért kell ismerni ezeket egyébként, hogy lásd, hogy mire képesek, és meg tudod majd ezek alapján határozni, hogy mekkora veszélyben lehet az az adott szakma. Én például úgy gondolom így laikusként, hogy egy fordító, egy szaktolmács elég nagy veszélyben van, mert már most vannak olyan megoldások, hogy én így beszélek, angolul, és azt franciára, spanyolra, oroszra, Olaszra, ezekre a nagyobb nyelvekre lefordítja a real-time. És nem csak egy sima fordító szoftver, hanem én beszélek, az én hangom, és én szólalok meg mondjuk kínaiul. Így jár a szám, magyarul beszélek, de te már kínaiul hallod ezt az egészet. Tehát igazából én ebben látom a lehetőséget, hogy szakemberként használnunk kell ezeket az eszközöket ahhoz, hogy relevánsok tudjunk maradni. És amit mi még csinálunk, vagy még intenzívebben elkezdtünk csinálni az a személyes kapcsolatépítése. Tehát szerintem a jövőben nagyon fontos lesz. És úgy tudja majd valaki bebetonozni magát. Ő úgy tud egy követő tábort építeni, hogy a kapcsolatot alakít ki az emberekkel. Tehát ahogy itt ülök én is, hétről hétre beszélek, hallod a hangomat, látsz engem videón, olvasod esetleg a bumerángot, ugye a hírleveleket, hallod úgymond a gondolataimat. Ez lehet szerintem egy olyan kapcsolat, amit a közeljövőben nem fog tudni leváltani az AI. Mert ugye már olyan megoldások is vannak, hogy egyszerűen legépelek valamit, vagy a chatgpt vel íratok mondjuk egy oktatóanyag tematikát, persze ehhez is érteni kell egyébként szakemberként, de készítetek vele egy tematikát, megcsinálom az átiratot, beteszem egy szoftverbe, ahol egy AI, egy ilyen avatár elmondja, és van hang, van videó, de mindent AI csinál, és nem is kell szerepelnem. És ahogy egyre könnyebb lesz ezeket létrehozni, Ugye egyre több cég tud piacra lépni, mondjuk a mi piacon, például oktatóanyagok terén, viszont ott nem lesz meg az a kapcsolat, ami itt köztünk már kialakul. És abban viszont biztos vagyok, hogy ami a marketing szíve lelke, az, hogy emberek kapcsolódnak egymással, az nem fog változni. Mert ember emberrel tud együtt érezni, tud kapcsolódni, tudja megértetni magát, és ez lesz egy nagyon-nagyon fontos eleme akár szolgáltató biznisznél, akár webshopoknál. Úgyhogy ez csak egy ilyen rövid kis helyzetjelentés volt, hogy mit látok most, hogyan értékelem a helyzetet, mi a véleményem jelenleg ezekről. Ez persze változhat a jövőben, ahogy jönnek az új megoldások és az új technológiai fejlődések, viszont én most így látom. De kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Úgyhogy nyugodtan írj kommentet, vagy dobj egy e-mailt, és beszélgessünk. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Sziasztok!